Üdvözlök mindenkit az Opisász szakértői videójában. Ez alkalommal azokról a kérdésekről lesz szó, amelyek mindenkit aggasztanak egy új befektetés értékelése során. Kihez megy a kifizetett összeg? Ki fogja kezelni azt a vásárlás lépései alatt? Vannak-e egyéb költségei a befektetésnek, és milyen garanciák vannak? Ahogy azt később is látni fogjuk, az amerikai ingatlannal kapcsolatos tranzakciók átláthatósága a legfontosabb független garancia. A legfontosabb dolog a vásárlási folyamat alatt pedig a letéti számla. Nagyon egyszerű. A vásárlási folyamat alatt az ingatlan vételára a vevőtől nem közvetlenül az eladóhoz érkezik. A vételár összegét a vevő egy úgynevezett escrow vagy trust számlára, vagyis konkrétan erre az adásvételre és tranzakcióra létrehozott és korlátozott letéti számlára utalja. Az összeg csak akkor kerül feloldásra az eladó számára, amikor az ingatlan az új tulajdonos nevére került. Escrow számlákat rendszeresen használnak az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban végzett ingatlan ügyletek során, így a vevő biztos lehet a tranzakció szabályszerűségében, az eladó pedig abban, hogy véghez tudja vinni az eladást. Emiatt a letéti számla egy extra biztosítékot nyújt, hogy a pénz nem közvetlenül az eladóhoz kerül, hanem egy ettől független számlára, amelyet kifejezetten erre a célra hoztak létre. És ez az összeg addig ott is marad, amíg az ingatlan hivatalosan is az új tulajdonos nevére kerül. Most tehát, hogy láttuk az adásvétel átláthatóságát, nézzük meg az ingatlan megvásárlásának és fenntartásának egyéb költségeit. Hogy elkezdhessük a befektetés folyamatát, a befektetőnek tisztában kell lennie az ezzel járó költségekkel. A szerződések elkészítésének, az adásvétel lezárásának és az ingatlan regisztrálásának díjával. Az Opisász ingatlanok esetén a 3200 dolláros adminisztrációs díj fedezi ezeket a költségeket. Amennyiben a befektető úgy dönt, hogy egy amerikai cég alapításon, vagyis egy LLC-n keresztül vásárolja meg az ingatlant, egy plusz 800 dolláros összeggel fedezi a cég megalapításának költségeit. A cégazonosító számigénylését, a helyi hatóságoknál történő regisztrációs költségeket, a jogi képviselőt, a postacímet és a levelezési szolgáltatást. Az ezt követő években az LLC éves megújításának költségei 138,75 dollár. Ezen kívül az adóbevallás éves költségei maximum 3 ingatlan és egy egyszemélyes cég esetén 6 és 800 dollár körül van. A befektetés időtartama alatt az ingatlan birtokláshoz köthető költségek az USA-ban a következők. Ingatlanadó, az ingatlan kezelés költsége, a közös költség és a biztosítás díja. Az ingatlanadó összege az USA minden államában és az államokon belül megyénként is különböző lehet. Az ingatlanadó a telekkönyvi érték 1-2%-a, amely érték jóval alacsonyabb az ingatlan piaci értékénél. Ezt az összeget az állam az infrastruktúra és különböző szolgáltatások fejlesztésére fordítja, mint a zöldövezetek, a tömegközlekedés, az iskolák és óvodák fenntartása, és mint az megszokott, ezek a költségek mindig láthatóak online. Az ingatlankezelési díj általában a bérleti díj 8 és 12%-a között van hosszú távú bérbeadás esetén. A közös költséget, vagyis az HOA-t, amerikai kondominium, azaz lakóparkok esetében a tulajdonosnak kell fizetnie, és nem a bérlőnek. Egy családi házzal ellentétben egy ilyen lakóparkban található lakás birtoklása nem csupán egy apartman birtoklását jelenti, hanem a lakóparkon belül található közös használatú terek bizonyos százalékát is, mint például a kert, tetők, közös terek, az épület külső része, amelyek fenntartásáért a Condominium Association vagy a Homeowners Association felel. Ennek az intézetnek kell a havi közös költséget fizetni. Pontosan emiatt egy kondó rengeteg előnnyel jár. A megfizethetőség. Alacsonyabbak a vételárak, így ideális olyan befektetőknek, akik különböző helyszíneken tőkeallokálással fektetnének be. A felszereltség. Ami lehet ellenőrzött kapubejáró, fedett parkoló, úszómedencék, pezsgőfürdő
Grillező, konditerem, közös kert vagy más szabadidős tevékenységek. A karbantartás. A Condominium Association felelőssége, egy lakópark kétségkívül legnagyobb előnye, a karbantartási munkálatok elvégzése. Lenyírják helyettünk a füvet, gondoskodnak a medencéről, megjavítják a tetőt, és magas színvonalon tartják a lakóparkot. A biztonság. Sok lakópark rendelkezik zárt vagy őrzött kapuval, portaszolgálattal, térkamerával, vagy akár biztonsági őrökkel. A jövedelmezőség. A lakóparkok gyakran magas szintű kihasználtsággal működnek, a létesítményeknek és a biztonságnak köszönhetően. A közös költség fizetésével az ingatlanok tulajdonosai biztosak lehetnek abban, hogy nem merülnek fel rendkívüli költségek a birtoklással kapcsolatban. Mindezek eredménye pedig a gondtalan, rendszeresen jövedelmező befektetés. Floridában és az USA más részein is az Opisász hosszú távú tevékenysége nagy részében a lakóparkokra koncentrál, olyan ingatlanokat kínálva, melyek szép környezetben vannak, és ideálisak nemzetközi befektetők számára, akik a kondominium által nyújtott előnyöket tudják kihasználni. Az utolsó költség, ami az ingatlan birtoklásával kapcsolatban felmerülhet, az a lakásbiztosítás, amely nem egy kötelezően fizetendő költség, és helységtől, illetve mérettől függ. Amikor valaki egy kondóban vásárol, a közös költség automatikusan magában foglalja a közös terek biztosítását, amely fedezi a tetőt, illetve az épület külső részét is, de a lakás belső részeire nem terjed ki. Emiatt a tulajdonosnak érdemes megfontolni, hogy köt-e egy külön biztosítást a saját lakására. Most, hogy majdnem végeztünk a költségek vizsgálatával, egy USA-beli ingatlan vásárlása és birtoklása esetén lássuk a legfontosabb pontokat. Az escrow számla egy független letéti számla, amely csak erre a tranzakcióra lett létrehozva, és ahol a vételár addig nem kerül feloldásra az eladó számára, amíg az ingatlan nem az új tulajdonos nevén van. Az adminisztrációs díj fedez minden költséget a szerződés elkészítésével, az adásvétel lezárásával és az ingatlan regisztrálásával kapcsolatban, illetve számolni kell az LLC cég alapítás költségeivel is. Az ingatlanadó államtól és megyétől függően változhat, és az ingatlan telekkönyvi értékének 1-2%-a. Az ingatlan kezelési díj általában a bérleti díj 8-12%-a között van. A havi fix közös költséget az úgynevezett Homeowners Association-nek fizeti a tulajdonos, és nem a bérlő. Ezzel a szakértői videó végére értünk, és ha bármilyen kérdése maradt volna ezzel kapcsolatban, akkor írjon nekünk az info@opisasz.com-ra, és megválaszoljuk kérdéseit. Köszönöm a figyelmet, és maradjon velünk a következő videókra is!